könyveink is kijöttek, de voltak olyan szép dolgok, amikkel mi tudunk majd tovább építkezni. Ugye ma mindenki szerepet kapott, igyekezték meg is meghálálni a játékosom ezt a bizalmat, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk ebből a szempontból hasznos meccs volt, egy kicsit lehetett ezt a ritmus azért tovább gyakorolni. Élő test közelben láttuk azt, hogy azért milyen egy ilyen színvonalú Gárdának a játéka, úgyhogy mindenképpen hasznos volt. Gratulálok a Szegednek, sok sikert kívánok nekik tovább a bajnokságos, a Bajnokok Ligájában is. Bueno, creo que es un típico partido entre competición europea para los dos equipos. Egy tipikus meccs volt két Európa kupa meccs között. Los dos queremos que juegue todo el mundo para el domingo. Mi is azt akartuk, hogy ma is tudjon mindenki játszani, és vasárnapra is tudtunk pihentetni játékosokat. Que la gente que menos juega tenga más minutos. Azok játszottak ma, akiknek normálisan kevesebb perc. Rotar a los jugadores con el minutaje. Megpróbáltunk 15 percenként cserélni. Y lo importante es ganar el partido, ganar sin problemas y que no haya lesiones. Fontos volt megnyerni ezt a mai meccset, ha lehet úgy mondani, simán nyertünk, és nem volt sérülés, ez a legfontosabb. Con un buen equipo, que va a tener sus opciones en Atenas, y espero que pasen la eliminatoria. Komlo egy jó csapat, és biztos benne, hogy lesz opciója tovább jutni az Európa kupában. Que tengan suerte, y nuestro apoyo también desde aquí. Sok szerencsét nekik a vasárnapi meccsen, és mi is szurkolunk nektek. Köszönjük szépen! Jó estét kívánok én is mindenkinek, és először is gratulálnék a szegedi csapatnak mind a mai mérkőzéshez, mind az eddigi Bajnokok Ligája mérkőzésekhez. Én úgy gondolom, hogy Európa egyik legjobb formában lévő csapatához látogattunk ma. Visszatérve a hozzám fűző kérdéset, ez nagyon-nagyon szívesen jövök mindig ide, nagyon lélekmelengető az, hogy ennyi év után még mindig megtapsol a közönség. Nagyon sok ismerős arccal találkozok, ha nem is a pályán, de a pálya környékén, és mindig nagyon kedvesen fogadnak, és ezt köszönöm szépen nekik. Yo creo que eso es muy importante, como bien siempre dice él. El año pasado algunos partidos de Liga Húngara teníamos problemas al final porque no empezábamos fuertes. Y este año yo creo que desde el principio de temporada estamos empezando muy bien todos los partidos, salga quien salga, y para intentar coger una renta, da igual el equipo que esté enfrente, ¿no? Yo creo que ese es un buen camino, tenemos que seguir con ese ritmo y porque va a ser más fácil para nosotros. Egyezik az edzővel, hogy egy jó fél időt játszottunk, úgy gondolja, hogy az idén sokkal jobban játszunk a magyar bajnoki meccseken, tavaly elég sok meccsen rosszul kezdtünk, és aztán a meccs végéig szenvedett a csapat. Ez az idén nem így van, és úgy gondolja, hogy jó úton van a csapat, dolgoznunk kell tovább, és ez az utunk, hogy az első fél időben nagyobb különbséget teremtsünk, és aztán nyugodtabban játszunk a második fél időben. Sí, yo creo que con eso no tenemos queja, la afición siempre está con nosotros y este año sí que es cierto que en los partidos de Liga Húngara hay mucha más gente, para nosotros es mucho mejor porque también nos ayuda a meternos en el partido y yo creo que ese es el camino, ¿no? Seguir creciendo tanto club como afición como nosotros. Szurkolók mindig velünk vannak, és évről évre többen vannak, és többen szeretik a kézilabdát. Köszönjük nekik szépen, hogy kijöttek ennyien a mai meccsre. Az idén pontosan úgy van, hogy mondtad, mindegyik meccsen több szurkolót tudunk látni, így szebb is játszani, és segítik is a munkánkat. Köszönjük szépen nekik!